Különleges élményben volt részük azoknak, akik szombaton Mária Pócsra látogattak. Vitéz Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg a vitézi rend új tagjait avatta fel a Szent Mihály főangyal görögkatolikus templomban. A rendet Horthy Miklós kormányzó alapította 1920-ban, az első vitézi avatás 1921 tavaszán volt. Tulajdonképpen azért hozta létre Horthy ezt a vitézi rendet, hogy az első világháborúban érdemeket szerzett katonákat valamilyen formában kitüntesse, és mivel a nemességadományozás intézménye 1918 végével, a királyság megszűnésével, pontosabban a király megszűnésével véget ért, ezért ezt az űrt is igyekeztek bepótolni ezzel az ötlettel vagy gondolattal, hogy a vitézi rendet megalapítják. A vitéz avatás látványos lovas felvonulással kezdődött, népviseletbe öltözött hagyományőrzők és huszárok kísérték a leendő vitézeket a polgármesteri hivataltól a templom előtti térre. Az ünnepséget különleges zászlódobás tette látványossá, és ünnepi mise koronázta meg. A vitézi rend szerepe ugyan megváltozott az idők során, az elvek ugyanazok maradtak. Ma az az igazság, hogy azokat a hazafias keresztény szemléletű embereket, akik valamilyen formában méltókká válnak a vitézi címre, azokat avatjuk, és azért fontos ez a mozzanat, illetve ez a kitüntetés, ha úgy tetszik, mert ugyan megváltoztak az idők, és ma már nem kell attól tartanunk, hogy az országot valamilyen fegyveres fenyegetés éri. De a küzdelem folyik, ma is van egy olyan szellemi, főleg szellemi síkon zajló küzdelem, amely lényegében a nemzeti keresztény erők, illetve a globalista, balliberális erők között zajlik. Ennek láthatjuk számos jelét, ezért úgy gondolom, hogy az, amit szimbolikusan jelképez, jelez a vitézi rend, ami a mai időkre szóló üzenete, az az, hogy szükség van erre a szellemiségre, fontos, hogy legyenek akár külsőségekben megnyilvánuló jelei is annak, hogy vagyunk, hogy szeretnénk megőrizni ezt az országot nemzetként és keresztényként. A vitézi rend vezetője Habsburg-Lotaringiai József Károly, aki egyenesági leszármazottja József Ágoston főhercegnek. Ez azért is kiemelkedően fontos, mert bár Magyarországon több vitézi rend is létezik, ritka, hogy ilyen ősi családból származó vezetője legyen. A szombati avatáson a vitézek arra esküdtek, hogy a rend törvényeit megtartják, a magyar hazát, a honfitársaikat megvédik a külső és belső ellenséggel szemben, akár az életük feláldozásával is. Az új rendtagok elismerést, oklevelet és vitézi jelvényt kaptak az emlékezetes nap alkalmából.